Elkezdődtek az érettségik. A magyar nyelv és irodalom feladatsorát tölthették ki először a diákok több mint 1000 iskolában. Az év pálinkája. Szabolcs megyében készül az ország legjobb pálinkája, az ország legjobb kereskedelmi főzdéjében. Gyalogos barát közlekedés. Kísérleti jelleggel gyalogosoknak szánt új útbaigazító táblákat helyeznek ki Nyíregyházán. Országszerte 1158 iskolában kezdődtek el az érettségi vizsgák hétfőn. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Reggel 8 órakor több mint 71 ezer diák kezdte el kitölteni a magyar nyelv és irodalom feladatsorát. Ezt a matematika, történelem, idegen nyelv és a választott tantárgy érettségie követi majd. Az emelt szintű szóbeliket június 5-e és 13-a között, míg a középszintűt június 17-e és 28-a között tartják. Nyitott tanterem ajtók és néma csend a folyosón. Az Rényiben is elkezdődtek a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák. Országszerte elsőként magyar nyelv és irodalomból adhattak számot tudásukról a diákok. Az EduLine értesülései szerint játékokról szóló cikket kaptak szövegértésként a diákok, a második részben pedig egy Mándi Iván novellát, vagy egy József Attila és egy Radnóti Miklós verset választhattak. Az Rényi Ilona gimnáziumban 118 végzős ült be ma reggel 8 órakor az iskolapadba érettségi vizsgát tenni. Azok a találkozások, amik régebben voltak, hogy most Adi év, meg Kosztolányi év, meg nyilván ezek már nem nagyon jönnek be, hiszen nem egyetlen feladatot kell kitölteni magyarból sem, hanem egy komplex, illetve hát két részből álló feladatsort. De természetesen szisztematikusan folyt a felkészítés, tehát a szövegalkotási feladatoknak például rutinszerűen kell menniük. A szövegértési feladatsorra és az érvelési, gyakorlati szövegalkotásra 60 plusz 30 perc állt a vizsgázók rendelkezésére, majd egy közel 1000 szavas ismeretterjesztő szöveget kellett értelmezniük, és ez alapján különböző feladatokat megoldani. A magyar érettségire összesen 4 óra állt a diákok rendelkezésére. Reméljük, hogy az érettségik jól sikerülnek. Úgy gondolom, hogy mind a tantestület, mind a gyermekek mindent megtettek az egyetemi felsőoktatási bekerülés érdekében. Amit látunk, nem csak a belső számok jók, tehát a tanulmányi átlagok, hanem nagyon nagy öröm számunkra, ugye 118 végző, 152 létező nyelvvizsgával ballagott el, és ebből 30 felsőfokú nyelvvizsga. A sikeres felsőoktatásban való elhelyezkedéshez a 4,4-4,5-es áttagú érettségi eredmények is hozzájárulnak. Idén több mint 100 zrínyis diák tesz előrehozott érettségit informatikából és idegen nyelvből. Az írásbeli érettségi holnap folytatódik matematikával, majd a történelem, az angol és a választott tantárgy következik. Ezek eredményeit június 3-án lehet megtekinteni. Az emelt szintű szóbeliket június 5-e és 13-a között, míg a középszintűt június 17-e és 28-a között tartják. Az év kereskedelmi főzde és az év pálinkája díjat is a Tuzséri Pálinka Manufaktúra nyerte a Gyulai Pálinka Fesztiválon. A Szabolcs megyei vállalkozás elismerést kapott a régió két hagyományos gyümölcse, a szilva és az alma mellett a szeder pálinkájára is. 2019-ben két versenyen összesen több mint 3000 párlat közül nyert díjakat a Tuzséri Manufaktúra. 2012-ben kapta az első országos elismerést a Tuzséri Pálinka Manufaktúra. Akkor Vilmos Körte pálinkájukat Magyarország legjobbjának választották. A vállalkozás azóta a megye jó hírét erősíti. 2019-ben a Gyulai Pálinka Fesztiválon is számtalan díjat begyűjtött. Az év kereskedelmi pálinkája lett a 2017-es évjáratú Tuzséri Szilva Pálinka, de a legeredményesebb kereskedelmi főzde díját is hazavitte a manufaktúra. Az aranyérmes párlatokból pedig a magyar pálinka válogatásba is bekerült a Tuzséri Szeder pálinka. Pontosan 12 évvel ezelőtt egy érettségi találkozón jött a nagy ötletünk barátommal, hogy ő ért hozzá, ismeri a pálinka technológiákat, én pedig ezzel foglalkozom értékesítésben, vendéglátásban, keresünk egy lehetőséget arra, hogy saját pálinkánk legyen. Meghatároztuk, hogy keresünk egy lepukkant főzdét, ami felújításra szorul, de hagyományos területen legyen,
és ott legyen lehetőségünk a későbbiekben fejlesztésekre. Hát megtaláltuk, megvettük és elindítottuk utána az üzemet, új gépek, új technológia, új üzem. Aztán, ahogy megterveztük, jöttek a lépéseink a turisztika felé, kóstolóházat építettünk, utána röntgházakat néhány éve, és most elkészültek az apartmanjaink, mindez persze úgy, hogy közben jó pálinkákat próbáltunk készíteni. Az a számtalan díj, amit a manufaktúra idén kapott, a megye és a térség turisztikai szerepét is erősíti. A pálinka a hungarikumok listáján is szerepel, 2 eredetvédett párlat Tuzsérról, 1 pedig Újfehértóról képviseli a megyét. A tuzséri pálinka manufaktúra, mint turisztikai attrakció, a Szabolcs megyei értéktárban is szerepel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak pedig az a célja, hogy valóban értéket közvetítsen, és hát a pálinka készítésnek is pontosan ez kell, hogy legyen a mottója, és ez kell, hogy legyen a célja, hogy jó minőségű, kiváló alapanyagokból, gyümölcsből természetesen, jó minőségű és kiváló pálinkákat készítsünk. Ez nem csak azért, hogy a pálinka az bármit is szimbolizáljon ezáltal, hanem egyszerűen ez egy alapvető elvárás kell, hogy legyen, hogyha valaki megkóstolja a pálinkát, hogyha valaki találkozik a pálinkával, pláne hogyha az mondjuk határokon kívülről érkezik turistaként, akkor azt tudja mondani, hogy csettintve egyet, hogy igen, ez aztán egy olyan ital, amiért érdemes ide visszajönni legközelebb. És ezért nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen úttörők, és legyenek ilyen zászlós hajók, mint például a tuzséri pálinka manufaktúra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság legutóbbi ülésén 9 új tétellel bővült a helyi értékek köre, így összesen már 124-et tartalmaz a felsorolás. A bizottsághoz köthető értékes barangolás iskolás verseny résztvevőinek javaslatai közül is bekerült néhány a legutóbbi ülésen. A gyalogos közlekedés népszerűsítése a célja az úgynevezett City Walk programnak, amelyben Nyíregyháza is részt vesz 15 nemzetközi partnerrel együtt. A közlekedés aktív formáit próbálják hangsúlyozni, amint egy 2,2 millió eurós projektből, így a séta és a kerékpározás szerepe kerül középpontba, valamint a könnyen elérhető közösségi közlekedés. A program várt eredménye, hogy csökken a város károsanyag kibocsátása, élhetőbbé és biztonságosabbá válik a megyeszékhely. 38 perc, 3625 lépés és 186 elégetett kalória. Ennyit jelent egy gyalogosnak, ha a vasútállomás és a megyei kórház közötti utat sétálva teszi meg. Ami még fontosabb, hogy ez 440 g-mal kevesebb széndioxid kibocsátás, mintha autóba ülne. Ilyen újszerű útbaigazító táblákkal találkozhatnak a jövőben Nyíregyházán is. A megyeszékhely is részt vesz a Duna Transnacionális Együttműködési Program egyik nemzetközi projektjében, amelyhez 9 ország, 16 partnere csatlakozott. Ennek célja a gyalogos barát közlekedés kiépítése, valamint a közlekedés aktív formáinak, mint például a biciklizésnek a népszerűsítése. A legtöbb város, így Nyíregyháza is nyilván küzd azzal, hogy hogyan lehet a rengeteg autót hatékonyan mozgatni, ami a városban van, és növekszik a számuk. Hosszú távon az a fenntartható közlekedés, ahol az autós közlekedés, az aktív közlekedési módok, mint a gyaloglás és a kerékpározás, és a közösségi közlekedés megfelelő egyensúlya valósul meg. Sajnos az autós közlekedés nem lehet a végtelenségig növelni, ugye nincs elég helyünk rá, egy autó szüksége, autó számára szükséges tér, az 90-szer annyi mozgás közben, mint amennyi egy ember számára, egyetlen gyalogos számára szükséges. Környezetterhelő az autós közlekedés, és nem is egészséges, hogyha állandóan ülünk egy autóban. Úgyhogy ez a projekt pontosan azt célozza meg, hogy nem megszüntetni az autós közlekedést, de csökkenteni az arányát, és növelni az aktív közlekedési módok, gyalogos kerékpáros és a közösségi közlekedés arányát. A nyíregyházi lakók 35%-a autóval, 23%-a közösségi közlekedéssel, 11%-a pedig kerékpárral közlekedik, így a gyalogosok aránya 31%. Ez a projektben szereplő városok közül a második legjobb adat, de azért még bőven van mit javítani ezen, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ahhoz, hogy gyalogos barát legyen egy város, 4 feltételnek kell megfelelni. Az első, hogy hasznos legyen a gyaloglás, és ne legyenek túl nagy távolságok. A második, hogy a köz és a közlekedés biztonság is megfelelő legyen az adott településen. Harmadikként a kényelmet emelte ki Kézi Béla. Ez azt jelenti, hogy a gyalogosoknak legyen biztosítva a rövidebb út, és az autósok tegyenek kitérőket. A negyedik pedig a különböző kísérleti gyalogos barát megoldások.
A károsanyag kibocsátást az is csökkenti, ha az autósok inkább a közösségi közlekedést választják. Nyíregyházának stratégiai célja a fenntartható tömegközlekedés fejlesztése és megtartása hosszú távon. Ennek több eleme van. Nem véletlenül fejlesztjük a tömegközlekedést, új buszokat vásároltunk, építjük az utakat, buszöblöket, tehát csomópontot a vasútállomáson, hogy meglegyenek a tömegközlekedési kapcsolatok, és kényelmes legyen eljutni az egyik helyről a másikra. Ennek a fejlesztése nagyon fontos eleme, hogy segítsük elő, ösztönözzük és motiváljuk az embereket ahhoz, hogy ahol csak lehet, gyalog közlekedjenek, tehát aktív tömegközlekedés, gyalog, vagy pedig kerékpárosan. Mondanom sem kell, hogy kerékpárutakat kell építeni, építjük is. Most is épül egy kerékpárút Borbányán, egy 8 km hosszú szakaszon. Biztonságosabbá, gyalogosbaráttá kell tenni a gyalogátkelő helyeket. Az újfajta útbaigazító táblákon túl a kísérleti gyalogosbarát megoldások közé tartozik például a hétvégére szervezett utcai piknik is. Május 11-én szombaton 13 órától 19 óráig lezárják a Dózsa-György utca, Vai Ádám körút és a Nyár utca közötti szakaszát. Az autósok helyett a gyalogosok és kerékpárosok használják majd a nap folyamán. A belvárosi utcai piknik színes programokkal, fellépőkkel és ajándékokkal is várja az érdeklődőket a helyszínre. Hosszabbítás után szenvedett vereséget így nem jutott be a bajnoki döntőbe a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese 91-91-re végződő rendes játékidőt követően 104-101-re kapott ki a Veszprémtől a Continental Arénában. A kék cápák így a bronzéremért játszhatnak a MAFC oroszlány párharc vesztesével. A veszprémi meccsen megsérült Singer Zoltán nélkül léptek pályára hazaiak, akik beragadtak a rajtnál, ezt kihasználva a vendégek 6 pontos előnyt szereztek az első negyed végére. A második 10 perc szorosabb volt, a cápák felzárkóztak, aztán ismét ellépett az alapszakasz győztese, így a nagy szünetre már 10 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. Fordulás után folytatódott az üldöző verseny, a nyíregyháziak többször is közel kerültek ellenfelükhöz, a negyedik negyed előtt már csak 3 pont volt a házigazda hátránya. 4 perccel a meccs vége előtt úgy tűnt, hogy már nincs visszaút a nyíregyháziak számára, azonban Fazekas Csaba 2 triplájával és Mokánszki 3 pontosával 91-91-re döntetlenre mentette a meccset a Blue Sharks. A hosszabbításban felváltva vezettek a csapatok, a hajrá azonban a Veszprémnek sikerült jobban, amelyik 2 győzelemmel jutott be a bajnoki döntőbe. Rossz időre kezdtük a mérkőzést, sajnos nem találtunk be, ez jellemző volt az ottani meccsen is, az első félben nagyon rosszul dobtunk, most 19%-kal, ez nagyon rossz teljesítmény, aztán a védekezésbe fel tudtuk hozni kemény munkával, a végére elfogytunk, gratulálok a Veszprémnek. Próbáltuk védekezést váltogatni, illetve a Gerit pihentetni, gratulálok a fiataloknak, nagyon jól szálltak be, végig küzdöttek, hajtottak, le a kalapra az egész csapat előtt, azt gondolom, hogy maximumot kihoztuk ebből a mérkőzésből. A mérkőzésen 8 pontot szerző Mokánszki Máté szerint határozott a palánk alatti játékkal megnyerhették volna a mérkőzést. Szeretnék gratulálni a Veszprém csapatának, tényleg egy jó meccset tudtunk velük játszani, és indokoltan nyerték meg ezt a találkozót. Hát, amit előnynek tudok mondani, ami a vereség okát okozta, az a lepattanók megszerzése, illetve a kizárásoknak a elvégzése volt nálunk. Nagyon sok támadó lepattanót tudtak visszaszedni, szóval volt nekik második esélyből dobott kosaruk rengeteg. Ha ezeket ki tudtuk volna venni a játékukból, tehát leszedjük a védő lepattanókat, és abból tudunk indulni, akkor szerintem meg tudtuk volna nyerni a találkozót. A vendégek edzője annak örült, hogy az elrontott végjáték után a hosszabbításban maga javára tudta fordítani a meccset a Veszprém. Jó kezdtük a mérkőzésen, elég voltak hullámvölgyek, ugye elmentünk 10 ponttal, visszajött a Nyíregyháza, megint elmentünk 10 ponttal, megint visszajött. Ugye itt a végjátékban időkérdésre fel is vittem a figyelmet, hogy ki kell menni agresszívan védekezni, mert nyilván most extra hármasoknak kell következni, hogy vissza tudjanak jönni meccsbe. Ezt a Fazekas Csabi meg is csinálta 2-szer. Nyilván ott egy kicsit megtorpadtunk, de hál' Istennek hatalmas szívük volt a játékosaimnak, és újra fel tudtak állni. A hosszabbításban örülök neki, hogy sikerült végül a győzelemet kiharcolnunk, és így döntőbe kerülni. A Veszprém a döntőben a MAFC oroszlány párharc győztesével játszik, míg a Nyíregyháza a vesztes ellenlép pályára bronzéremért. Az oroszlány az első meccsen hosszabbítás után 1 pontos győzelmet aratott a MAFC otthonában.
Öt gólos vereséget szenvedett hazai pályán a Ferencvárostól a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 24. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 32-27-re verték Dévényi János együttesét. A kisvárda szerdán a már kiesett Eger otthonában lép pályára. A sérült Radojevic nélkül lépett pályára, a 120. születésnapját a meccsnapján ünneplő, már biztos ezüstérmes Ferencváros ellen a kisvárda. A vendégek kezdtek jobban, sorra lőtték a gólokat, míg a hazaiak csak kapufákig jutottak. A zöldfehérek már 8 góllal is vezettek, a félidőre pedig 12-18-as állásnál vonultak le a csapatok. A második játékrészben zárkózni kezdett a kisvárda, az 51. percben 2 gólra jött fel Dévényi János együttese, de a Fradi újítani tudott, és végül 5 gólos győzelemmel távoztak a fővárosiak a kisvárdai sportcsarnokból. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, ugyanis azért egy meghatározó emberünk hiányzott ugye a keretből, aki a házi góllövő listát is vezeti. És nagyon idegesen is kezdtük a mérkőzést, pont nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, ilyen egy passz, két passz beálló, egy passz, két passz lőttünk, igaz a kapufát is le kell cserélni éppen, szerintem 5 vagy 6 kapufát lőttünk ebben az időszakban, ez nagyon kedvezett a Fradinak, és ugye nagyon számolatlanul lőtte nekünk a könnyű gólokat, le is ment gyorsan a két T betű, aztán próbáltam rendet rakni a fejekben, illetve voltak más tényezők is, amik egy kicsit átrátottak bennünket, de erről inkább most nem mondanék többet. De utána a csajok felkeltek, és elkezdtek fegyelmezettebben játszani, és ennek megvolt a Isten igazából a eredménye, ugyanis úgy gondolom, hogy sikerült végül is egy jó mérkőzést játszanunk. A vendégek edzője a jó kezdés mellett annak is örült, hogy a második fél időben ismét fel tudott pörögni csapata. Az első 20 percünk azt szerintem kifogástalan volt, koncentrált, odafigyelt, tehát amit szerettünk volna, azt meg tudtuk valósítani, hogy védekezésből a futást. Utána, ahogy egy kicsit lazult a védekezésünknek a feszessége, azonnal gyengült a kapus teljesítményünk is, és igazából onnantól, hogy nem tudtuk meglőni a könnyű góljainkat, elég szenvedőssé vált számunkra ez a mérkőzés. Hál' Istennek a végén a védekezésváltásból tudtunk ott, meg nagyon eredményes szélső játékkal végül is újra maga biztossá tudtuk tenni a különbséget. Az NB1 tabelláját a már bajnok Győr vezető 50 ponttal megelőzve a 42 pontos Ferencvárost. A 21 pontos kisvárda 8. helyen várja szerdai egri vendégjátékát. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Sportcentrum, a Nyíregyházi Élsport Kft. És a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Egyesülete. A cél az, hogy egységes, magas szintű képzésben részesüljenek a fiatal kosárlabdázók, akik közül a legjobbak a Kék Cápák csapatában folytathatják pályafutásukat. A Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Egyesülete 2010-ben alakult sportegyesületté, a legutóbbi szezonban pedig az NB2-ben szereplő felnőtt együttes mellett már az U12-es, U14-es, U16-os és U18-as korosztályban is indított csapatot a Nyíkse. Edzőik a megyeszékhely több iskolájában is toboroztak, így ősztől több tucatnyi fiatal kezdi el náluk a sportág alapjainak elsajátítását. Az egyesület elnöke szerint a megállapodásból mindhárom fél profitál majd. Ahol erős az utánpótlás nevelés, ott erős lesz ezáltal majd a top csapat is. Jelen esetben ugye az Élsport Kft.-nek a NB1B csoportos csapata, a Kék Cápák, akikhez igencsak sok, ahol igencsak sok nyíregyházi versenyez most is, de ez sokkal jobb lehet, minél több és minél erősebb az utánpótlás képzés. Ők azt profitálhatják, és Nyíregyháza azt profitálhatja, hogy ebben az emblematikus csapatban sokkal több nyíregyházi és jól képzett nyíregyházi fiatalok fognak versenyezni, a Nyíkse pedig azt, hogy lehetőséget biztosít azon másik két sportszervezetnél versenyző fiataloknak, akik nem tudnak adott esetben ebbe a top csapatban versenyezni, játszani, azoknak az NB2 egy igazán magas színvonalat és lehetőségeket biztosít. A Sportcentrum és az Élsport Kft. Az elmúlt év őszén az NKK-val és a Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesületével állapodott meg az együttműködésről. Sitko Ernő bízik abban, hogy sok fiatal tehetség kerül majd az akadémiai csapatokhoz. A Nyíregyházi Sportcentrum által működtetett akadémiai csoportokat kellene a legerősebb játékosokkal felvértezni és a legjobb szakmai munkával ellátni. Ezután pedig a Nyíregyházi Élsport Kft. Által működtetett felnőtt blue sharks csapatát
kellene olyan helyzetbe hoznunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a legmagasabb osztályban tudjon szerepelni. Ehhez szükségünk van arra, hogy egységes szakmai program alapján dolgozunk, és egységes szakmai elveket valljunk. Bízom benne, hogy a megállapodásunk ezt biztosítani fogja, és remélem, hogy sokáig fogunk tudni közösen együtt dolgozni. Sitko Ernő elmondta, hogy igyekeznek tovább szélesíteni az utánpótlásbázist. Szeretnék, ha megye több településén is alakulnának kosárlabda csapatok. Nagy lépést tett a bennmaradás felé a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 31. fordulójában 3-1-re győzött Debrecenben, és fellépett a tabella 9. helyére. A kisvárda szombaton a táblázaton közvetlenül előtte álló Paks otthonában vendégszerepel. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Idén sem maradt ki József Attila a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségiből. Emellett Mándi Iván novellát és egy Radnóti Miklós költeményt választhattak az érettségizők a feladatsor második részéből. Országosan közel 1200 iskolában több mint 71 ezer diák adott ma számot a tudásáról. Az érettségi vizsga kedden matematikával folytatódik. 2012-ben kapta az első országos elismerést a Tuzséri Pálinka Manufaktúra. Akkor Vilmos Körte pálinkájukat Magyarország legjobbjának választották. A vállalkozás azóta a megye jó hírét erősíti. 2019-ben a Gyulai Pálinka Fesztiválon is számtalan díjat begyűjtött. Az év kereskedelmi pálinkája lett a 2017-es évjáratú Tuzséri Szilva Pálinka, de a legeredményesebb kereskedelmi főzdedíjat is hazavihette a manufaktúra. Gyalogos barát város lehet a közeljövőben Nyíregyháza. A megye székhely is csatlakozott egy nemzetközi projekthez, amelyben 9 ország 16 partnere vesz részt. A közlekedés aktív formáit próbálják hangsúlyozni a mintegy 2,2 millió eurós projektből, így a séta és a kerékpározás szerepe kerül középpontba, valamint a könnyen elérhető közösségi közlekedés. Kísérleti jelleggel pedig gyalogosoknak szánt új útba igazító táblákat helyeznek ki Nyíregyházán. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 6-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Késő estétől szakadozik a felhőzet, de a Tiszán túlon felhős maradhat az idő. Eleinte még többfelé várható esőzápor, majd éjszaka mindenütt megszűnik a csapadék. Az északi, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Kedden az erőteljes gomoly felhőképződés mellett gyakori felhőátvonulások várhatók kevés napsütéssel, majd késő délutántól csökken a felhőzet. A Tiszántúlon azonban felhő sem maradhat az idő, csapadék nem valószínű. Az északi szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül várható. A következő napokban változékony időre van kilátás, szerdán még szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, így több-kevesebb napsütésre készülhetünk csapadék nélkül.